Na, az alsósok többen. Ki hallott már az állatvédelmi törvényről? Hogyan az maradt? Tehát akkor senki. Akkor létezik egy olyan, hogy állatvédelmi törvény, ami egy csomó mindent szabályoz az állatok tartásával kapcsolatban. Mi most ugye kutya otthont képviselünk, tehát még konkrétan a kutyákra vonatkoztató részeket szeretnénk tájékoztatni, vagy népszerűsíteni. Az állatvédelmi törvény egyik cikkeje az állatkínzásra vonatkozik. Most lehet hallani, amit mondok? Esetleg tudjátok-e, hogy mi minden tartozik az állatkínzás cikkejébe? Figyelek! Tehát azt, hogy mondod másokban, verik, igen, tehát felesleges fájdalomokozásnak hívják, de igen, valóban benne van. Gyere be, szeretnél a Darwinggal foglalkozni? Nem. Nem. Más valaki? Mondjad. Mi tartozik még? Éheztetés is, igen, tehát megfelelő folyadék, illetve táplálékot kell biztosítanunk a kutyának. Szeretnél? Végigviszed az akadályot? Na. A végre egy bátor ember. A kicsik egyébként sokkal ügyesebbek voltak. Hozzáteszem, hogy az előbb az alsósok voltak itt, és az alsósoknak szerintem a 90%-a vagy 80% hallott az állatvédelmi törvényről, és úgy sorolták, mint a gép. Csak hogy tudjátok. Mehet. Az az akadály, az a kúszó. Jó, barátkozzál össze vele, hívd oda magadhoz, és mehet. Darwin. Még a kutyának a tartása az neveléséhez még annyit, jó? Ha azt mondom, hogy Benedek. Benedek? Igen. Benedek. Igen. Benedek? Igen. Tudod, hogy mit szeretnék? Ha elmondom, fogod tudni? Elmondod neki, hogy mit szeretnél? Mert a Darling az önmagában pont ennyi, jó? Az a neve. Oké, akkor gyerünk. Mondd neki, hogy akadály. Darling, akadály. Hívd oda magad. Darling, gyere. Ez. Kúszik. Na. Na ez az. Akadály. Ügyes! Nagy tapsot a Benedeknek! Nincs könnyű dolga a Benedeknek, úgyhogy köszönöm. Darling, nagyon félős. Ha biztosan látjátok, hogy ha nagyobb zaj van, akkor is nem annyira bizalmazkodik másokkal, de ettől függetlenül végig küzded. Úgyhogy most látod az életébe először. De okos. Nem, ugye sorgál. Na még valami, mit tartozik még az állatvédelmi törvénynek az állatkínzás cikkeibe? Pontosan mit jelent? Így van. Tehát nem tarthatjuk folyamatosan bezárva, vagy tartósan bezárva, vagy megkötve tartósan. Neki is szabadságot, játékot. Darling!
Ügyes. Van sarok? És volt a fájdalom okozás, hogy nem okozunk fájdalmat Tehát az a lényeg, hogy az állatelhagyás is az állatkínzás cikkelébe tartozik, tehát ha elhagyom a kutyámat, mert megunom, és kirakom őt a sarkon, vagy beviszem a menhelyre, az bizony mind állatelhagyásnak számít, és innentől kezdve ez már az állatkínzás témájába tartozik. Ha lett egy kutyám, mert úgy döntöttem, hogy legyen egy kutyám, akkor azt a kutyát annyi évre vállaltam be, amíg az öregségében el nem pusztul. És ezt akkor kell eldöntenem, amikor azt akarom, hogy legyen egy kutyám. És ha én vagyok tizenvalahány éves, és akkor akarok egy kutyát, akkor sem kell számolnom, hogy valamennyinek 15, akkor már leszek 30, addigra nekem már lesz egy saját házam, meg gyerekeim, meg férjem, ebben most mind bele kell, hogy férjen a kutya, vagy belefér, vagy nem. De ha azt mondom, hogy bele fog férni, akkor tartsam is magamat ahhoz, hogy belefér, jó? Ugyanis ha lesz egy gyereked, és megunod, vagy rosszul viselkedik, akkor nem hiszem, hogy megfogod a gravancát, és kirakod így a sarkon, vagy a derdőbe kikötöd egy fához, jó? Tehát a kutyáért fontosan olyan felelősséggel tartozol,